A győriek nagyon jól ismerik a Friends Big Bandet. Fesztiválokon találkozhatunk velük Dunakapu téren, Széchenyi téren, tánczene a javából. Imáron 20 éve. Csorba János zenekar vezető a vendégem. Szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Szervusz, köszöntöm a nézőket én is. Hát egy kicsit nosztalgiázunk. Tehát ez a 20 év. Honnan indultatok? Mi volt a kezdetek kezdetén? Hát 20 évvel ezelőtt annyi történt, hogy én megmakacsoltam magam, és úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen zenekart, ami nekem hát középiskolás korom óta egy vágyam volt, hogy legyen egy big band, legyen Győrbe is. És ez 98 tavaszán elindult a szervezés, és akkor szeptemberben összejött egy maroknyi társaság, aki már majdnem egy big bandet kitett, egy-két szólam még ugyan hiányzott, de már teljes volt a csapat arról, hogy próbáljunk. És hát ez valamikor október végén, november elején el is indult ez a munka. És ebből a munkából lett aztán a sok-sok évi barátság és történet, és gondolom, ha leültök, akkor már tudtok anekdotázni, és kijön belőletek minden ebből a 20 évből. Hogyne, nekünk már csak nagyon egy-egy mondatunk van, és akkor mindenki tudja, hogy miről szól, hogy nagy szám, meg kék 33. Vannak ilyen pillanatok nálunk, amik megmaradtak a 20 év alatt. Meg vannak új törekvéseitek is. Nyilván, hogy mindig valami színeset és valami egyedit próbál belevinni az ember. Te jól táncolsz, én azt hallottam. Azt mindenki tudja róla, hogy rólad, hogy tanár vagy, pláne a diákjaid, de hogy a táncban is otthonosan mozogsz, ez nekem például egy új információ volt. Azért, mert én ezt titkoltam egész idáig. Jó, nem titkoltam, akik ismernek, azok tudják, hogy én szeretek táncolni, de 2 évvel ezelőtt a Dunakapu téren egy Dániel Balázs koncerten éppen szórólapoztak, hogy lehet swinget és bugit tanulni, és nekem is jutott egy ilyen szórólap, aztán ez egy kicsit aludt, ugye ez nyáron volt, szeptemberben, hogy indul a tanfolyam, na hát én fölemeltem a telefont, megkérdeztem, és elmentem, hogy ha már egyszer swinget muzsikálunk, akkor hogy kell swinget táncolni, és így maradtam ott a Győr táncnál, és ez az utolsó, amiről beszéltél, hogy tánczenét játszunk, ez az utolsó projekt, ami egy pár hete volt. Ez így jött össze, hogy mi tényleg tánczenét játszottunk egy este. Uh-huh. Értem. Az is nagyon fontos, hogy a barátságok mellett mindenki vigye előre valamilyen szinten a csapatot, a zenekart. Viszont úgy tudom, hogy mindenkinek van munkája, és ez tulajdonképpen egy hobbi. Így hogyan lehet összeegyeztetni a próbákat? Hol találkoztok? Van-e egy olyan pontotok, ami már úgy bevált a 20 év során? Ugye ez a 20 évvel ezelőtt úgy történt, hogy akkor a zenészek nagy része inkább hobbi zenész volt, tehát tényleg valami mással foglalkozott. Azért ez a 20 év alatt ez cserélődött annyit, hogy most már nagyon egyensúlyban van a profi zenészek és az amatőr zenészeknek a létszáma. Ettől aztán pont a nehézség az is, hogy mindent összehozzunk. Ugye vannak többen a színházból, tehát hogyha színházi előadás van, akkor ők nincsenek. A próbánkat azóta úgy tettük, mert hát elég sok próbahelyen megfordultunk, talán egy 15 évig csütörtöki esti próbáink voltak, aztán most hétfőre lett pakolva, ez azért, hogy a színházban hétfő a szünnap, meg a József Attila műfázban kaptunk próbahelyet, úgyhogy ott szoktunk így találkozni. A barátság az marad, mert azért van egy társaság, akik horgászni járunk néha együtt, van egy társaság, akivel elmegyünk ilyen gasztrotúrákra, hogy sörkóstolóra, viszkikóstolóra, ide-oda-oda. Szóval azért tényleg megmaradt a barátság azokkal is, akik egyébként a 20 év alatt valamilyen úton-módon kikoptak. Mert most már csak ketten vagyunk az alapító tagok közül, és aztán a többieknél így megy lefelé ez a 20 év, ki mennyit töltött el itt nálunk. És az is sokat számít, gondolom én laikusként, hogy kikkel találkoztok a fellépéseitek során. Kik azok, akik csatlakoznak hozzátok egy-egy előadás keretében. Biztos, hogy belőlük ismeritetek, és kaptok egy ihletet, ugye? Hogyne. Tehát ugye 10 éves koncertünkre mertünk először vendéget hívni, és Malek Andival azóta is olyan jó viszonyban vagyunk, hogy bármikor jön, szól, hogy itt vagyok, én megyek, ha nekünk kell, jön, több projektet csináltunk együtt, és ő vele mindig nagyon jó dolgozni, de ugyanilyen jó a Mihelyel Mirtillel is a kapcsolatunk, és Mirtill mindig valami olyan varázslatot visz a színpadra, hogy akkor mindig másod szól a zenekar. Tehát azt én mindig hallom, hogyha lejön próbára, egész máshogyan szólal meg ugyanaz a szám, mint hogyha nélküle lenne. Szóval tényleg inspiráció mindig van.
Győr is egy inspiráló város. Persze, tulajdonképpen hát, a Dunakapu terével, a Széchenyi terével, ahol felléptek. Hogyne, hát mi szeretjük a győri embereket, a győri közönséget, és az a legjobb, most ezt már észrevettem, hogy ha mosolygó arcokat látunk, meg megkapjuk mi is a tapsot, ugye, egy-egy szóló után, akkor mindenki jobban érzi magát. Sőt, most a tánc, ez az igazi, erről nagyon sok jó visszajelzést kaptunk, nem győriektől, akik itt voltak, úgyhogy majd még próbálkozunk ez irányába is lépni. Lesz szülinapozás, ahova mondjuk mi is csatlakozhatunk, és egy ilyen igazi show keretein belül megünnepelhetjük a 20 évet veletek együtt? Hát november 5-én várunk mindenkit a Richter terembe estére. Egy szerintem nagyon jó koncert lesz. Sokak elfogadták a meghívást a régi tagok közül, és jönnek vissza egy számra, két számra, beülnek a zenekarba, énekelnek, kórus is lesz, vonóskar is lesz, úgyhogy szerintem egy nagyon színes és jó koncert lesz ez, hogyha jönnek, sőt, táncosaink is lesznek, mert a magyar bajnok bugi-bugi páros például jönnek, és ők lesznek az egyik pár, akik táncolni fognak a színpadon. Meglepetés vendégünk is lesz, most már el lehet árulni, hogy Dániel Balázs lesz, aki szintén jön vendégként így két számot, úgyhogy jó lesz. November 5-én, Richter teremben. 19 órakor. Jó, és hol lehet jegyeket kapni? A Richter teremben már megy a jegyárulás. De azért még van. Nyugtass meg minket. Talán van. Talán van. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó színű napozást kívánunk nektek. Boldog születésnapot, és gyertek vissza. Köszönjük szépen. Is.